nagyon magától értetődő volt, hogy nekem ebben részt kell vennem. Egyrészt megtisztelő, hogy ebben részt vehetek. Mert az, hogy a szűrés maga fontos, ezt mindannyian tudjuk. Tehát van az életünk olyan pontok, ami mindannyian tudjuk, hogy meg kéne tennünk, de nem tesszük meg. Ez pedig egy olyan keretet ad, amiben minden erőszakosság nélkül, mert attól is megijed az ember és hátrébb ugrik, mégis valahogy egy ilyen közösségi élménnyel vegyítve egy városka főterén együtt bóklászva családok, talán ezután az esemény után kicsit tudatosabban foglalkoznak önmagukkal, az egészségükkel. Nekem nagyon tetszett, hogy önmagában az, hogy összegyűlünk, és hogy én valamit teszek önön magamért a szűrésen keresztül, de hogy ez még ki van találva ilyen szinte játékosan, ez a kis pontrendszer, ami mindannyian tudjuk, hogy nem fogja megoldani sem az ország, sem az adott kórháznak az egészségügyi ellátásban a gazdasági problémáit, de mégiscsak én is valamit teszek magamért, és egyszerre teszek a közösségemért. Az a tény, hogy minél többen ismert arcok, akik valamit a saját szakmájukban már letettek, csatlakoznak egy ilyen programhoz, annak nyilván megvan a maga pszichológiája. Annyi minden hír és álhír és furcsaság és marhaság kering a neten. Tehát ebben a hír özönben megtalálni a valóságosan fontos és az életünket tényleg segítő és nem félféle hátsó szándékkal megfogalmazott üzeneteket, ez nyilván nem egyszerű. És ilyenkor természetesen talán könnyebb a választás, hogyha az óriás plakáton olyan arcokat látnak, akiket ugye egyébként az élet más területről ismernek és szeretnek.